Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akinek a holnap a neve akár LMP-s jelöltként, akár az LMP által támogatott, vagy civil, LMP által támogatott független vagy civil szervezeti jelöltként ott lesz a szavazólapon. Holnap nagyjából 100 településen lehet a Lehet más a politika jelöltjeire, vagy az LMP által támogatott független, illetve civil szervezeti jelöltekre szavazni. Holnap Budapesten az egyéni körzetek legalább 90%-ában lehet LMP-s képviselői jelöltre szavazni. Ez is azt mutatja, hogy erősebbek vagyunk, mint 4 éve. Köszönet mindenkinek, aki vállalta ezt a küzdelmet, köszönet mindenkinek, aki segített minket ezen az úton, ebben a kampányban is. Akkor, amikor 1 éven belül a 3. kampányzáron vagyunk, és egyben egy új korszak első lépését tesszük meg, érdemes felidézni azt, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk, mi jelentősége van ennek az állomásnak a hosszú távú céljaink szempontjából. Az a kérdés, hogy a függő, szolidaritás hiányos erőforrásait felélő, kiszolgáltatott, összeszerelő ország helyett tudunk-e teremteni egy erőforrásait megőrző, összetartó, független, megújuló Magyarországot. Ezen az úton ez a választás is egy állomás lesz. Holnap Budapesten egy új rendszerben kell szavazni, hiszen a kétharmados többség a kezdő sípszó előtt néhány perccel alapvetően megváltoztatta a játékszabályokat. Ha valaki azt szeretné, hogy egy új erő legyen jelen a fővárosi közgyűlésben és a kerületi képviselőtestületekben is, akkor holnap ehhez 3-szor kell igent mondani az LMP jelöltjeire. Akkor lesz a fővárosban LMP-s képviselet, ha minél többen szavaznak az LMP kerületi polgármester jelöltjeire is. Jó lélekkel kérjük a budapesti polgárok bizalmát, hiszen mi először programot hirdettünk, a programokhoz kerestünk polgármesterjelölteket, illetve főpolgármesterjelöltet. Programot hirdettünk, egy olyan programot, ami többek között garantálja, hogy Budapest offshore-mentes lesz. Egy olyan programot, ami a tarlósféle hajléktalan üldözés helyett közösségi bérlakásépítési programot tartalmaz. És jó lélekkel állunk a budapesti választók elé, hiszen annak, amit kérünk holnap, amikor kérjük a 3X-et az LMP-s jelöltek mellé, annak ott van a fedezete ennek a kérésnek, ott van a fedezet az önkormányzati képviselőink elmúlt 4 éves munkája. Pontosan tudjuk, hogy van több olyan kerület itt a fővárosban is, ahol, hogyha nem lett volna legalább egy LMP-s képviselő, akkor ma egy védett természeti területtel kevesebb lenne a fővárosban. Ezt köszönhetjük például Tenk Andrásnak. Csepelen. Látjuk azt, hogy van olyan kerület, amit már többször megpróbáltak szétlopni, és hogyha az elmúlt 4 évben nincs ott az Erzsébet városi képviselőtestületben Moldován László, ugyanazzal a lendülettel lehetett volna folytatni a lopást. Azt láttuk szerte az országban, ha van legalább egy LMP-s képviselő egy városi képviselőtestületben, akkor nehezebb a kartelpártoknak széthordani a közös vagyont. Ez a fedezet, ezért is kérjük a választópolgárok bizalmát. És hát természetesen másért is. Érdemes megnézni azt, hogy miről szólt a kormánypárt részéről ez a választási kampány. A Fidesz-KDNP sehol nem programot hirdetett, hanem útszéli módon zsarolt, fenyegetőzött. Hogyha nem szavaztok a narancsos döbrögikre, akkor lesz nem ulas, de nem lesznek fejlesztési pénzek. Azt gondolom viszont, hogy gerinces ember a zsarolásnak nem enged, hanem azt mondja, hogy csak azért sem Fidesz. És holnap azzal is tisztában kell lennünk, hogy a fideszes városvezetők pusztán csavarok Orbán Viktor függőségi rendszerében, a fideszes franchise rendszerben. Itt Budapesten azt mondták, azért kell továbbra is Tarlós Istvánra bízni Budapest vezetését, mert ő a színfalak mögött könnyebben meg tudja védeni a budapesti érdekeket Orbán Viktorral vagy Lázár Jánossal szemben. Erre viszont mi azt mondjuk, hogy Csárdi Antal, az ellenzéki főpolgármester,
a színfalak előtt sokkal komolyabban tudja megvédeni a budapesti érdekeket, hiszen egy ellenzéki főpolgármester a színfalak előtt úgy tud küzdeni a budapesti érdekekért, hogy az adott esetben súlyos szavazatokba fog fájni a Fidesznek 2018-ban. Ezért kell ellenzéki főpolgármester, és ezért is kell Csárdi Antal Budapest élére. És azért is kell, mert merjünk változtatni, merjünk új arcokat a régi elit megunt figurái helyett Budapest élére küldeni. Akkor, amikor én természetesen megköszönöm Tóninak is ezt a küldetést, és ajánlom még egyszer a budapesti választópolgárok figyelmébe, szeretném azt is elmondani, hogy Tarlós Istvánnak egyetlen riválisa van ma, illetve holnap a szavazókártyákon, akinek van önkormányzati tapasztalata, és ez Csárdi Antal. Tóninak van önkormányzati tapasztalata azokból az évekből, amikor fővárosi érdekképviseleti vezetőként dolgozott, és van önkormányzati tapasztalata az elmúlt 4 évből az a munka, amit a Ferencvárosi Képviselőtestületben végzett. Tarlós Istvánnak egyetlen ellenfele van, aki komolyan veszi Budapest jövőjét, Budapest sorsát, ezt onnan tudjuk, hogy egyetlen ellenfele van, aki az esetleges vereség ellenére is vállalja azt, hogy ott fog dolgozni a fővárosi közgyűlésben, és ez Csárdi Antal, az LMP főpolgármester jelöltje. És nem utolsó sorban egyetlen főpolgármester jelölt van, aki csapatot is hirdetett, mert a tisztesség ezt kívánja. 2010-ben Tarlós István nem hirdetett csapatot, holott jó, pontosan tudjuk, hogy nem a főpolgármester irányítja egyedül Budapestet, hanem legalább a helyettesei. Csárdi Antal csapatot hirdetett, és ezért tudjuk, hogy amennyiben ő lesz Budapest első embere hétfőtől, akkor egy olyan városvezetés lesz, ahol a városjóléti ügyeket Osztolykán Ágnes fogja irányítani. Olyan városvezetés lesz, ahol a városgazdálkodásért nem olyan fog felelni, aki a nukleáris dobozokat várja, hanem olyan fog felelni, aki elkötelezett a részvételi költségvetés mellett, Heltai László, az LMP terüzvárosi polgármester jelöltje. És azt is tudjuk, hogyha Csárdi Antal nyer holnap, akkor a fővárosnak lesz egy hozzáértő városüzemeltetésért felelős főpolgármester helyettese a budafoki polgármester jelöltünk Pongrácz Gergely személyében. Ha Csárdi Antal nyer, akkor ez a város visszanyeri a kreativitását, hiszen a kulturális ügyekért és a városarculatért a második kerületi polgármester jelöltünk Dárdai Zsuzsa fog felelni. És nem utolsó sorban, jó kezekben lesznek a természeti értékeink, jó kezekben lesznek a megmaradt zöld felületek, hiszen ebben az esetben a várostervezésért és a környezeti ügyekért Tenk András csepeli polgármester jelöltünk fog felelni. És akkor, amikor kérjük a bizalmat az LMP jelöltjeire, természetesen egy pillantást kell vetnünk arra, hogy ellenzéki oldalon egyébként kik a versenytársak. Azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy a kormány nem váltók program bemutatás helyett Gyurcsány Ferenc bábszínházában voltak vendégszereplők. Ha valaki végig sétál a pesti utakon, a kerületi határokon, csak ámul és bámul, amikor látja a kormány nem váltók plakátjain a változó összetételő sormintákat, már majdhogy nem jójózik az ember szeme, hogy tudja követni, hogy éppen melyik kerületben, a körút melyik oldalán kikivel szövetséges, hogy utána az egyik kerületi szövetséges jól hátba döfi a másik kerületben. Igen, tudom, hogy miről beszélek, hiszen ezek a különböző csoportok néhány héttel ezelőtt volt olyan kerület, ahol még minket is megkerestek azzal, hogy abban a kerületben segítsünk hátba döfni azt, aki a másik kerületben az ő szövetségesük. Csak azt nem tudják, hogy ez nem az a klub. Ilyen játékokban az LMP sem most, sem később, sem Budapesten, sem máshogy az országban nem lesz partner. Láttuk azt, hogy mit tudnak nyújtani árulásból, ármánykodásból, de kevés szó esett,
hogy hogyan vezetnék ezt a várost, hogyan vezetnék a kerületeket. Az elmúlt hétvégén lehullott az álbaloldalról az állarc, és az állarc mögött kikondikált minden csomagok atya, Bokros Lajos, a büszke jobboldali. Ő az, aki szíve szerint privatizálná a BKV-t, és egy fillért nem adna a közösségi bérlakásépítésre. Mi azt üzenjük a cserben hagyott baloldali szavazóknak, hogy van itt a fővárosban egy baloldali program, és van hozzá hiteles képviselet, hiteles városvezető jelöltek. Egy baloldali szavazó ma Budapesten, hogyha a célokat nézi, ha a hitelességet és a programot nézi, Csárdi Antalra és az LMP polgármester jelöltjeire, képviselő jelöltjeire tud szavazni. És természetesen akkor, amikor én azzal kezdtem a beszédemet, hogy egy hosszú útnak egy állomásánál vagyunk, nyíltan kell arról is beszélni, hogy ez az önkormányzati választás természetesen másról is szól, mint az egyes települések, városok vagy a főváros jövője. Arról is szól, hogy ki lesz az ellenzék a következő 4 évben, ki lesz Orbán Viktor rendszerének a kihívója 2018-ban. Természetesen mi LMP-sek tisztában vagyunk a hiányosságainkkal. És pontosan ezért kérjük azt a magyar választópolgároktól, hogy szavazzanak minél több településen bizalmat az LMP-s képviselőjelölteknek, települési vezetőjelölteknek, pontosan azért, hogy még 4, illetve 5 év helyi politikai tapasztalattal, még 4, illetve 5 év helyi bizalom építéssel a hátuk mögött 2018-ban ez a csapat, az LMP csapata jó lelkiismerettel kéri a felhatalmazást Magyarország kormányzására. Minden ellenzéki választónak, mindenkinek, aki elégedetlen a Fidesz rendszerével, pontosan látnia kell, hogy amíg Orbán Viktor fel tudja mutatni Gyurcsány Ferenc, Bokros Lajos, a semmiből előkóvájgó Demszky Gábor és még sokan mások viaszbábúit, és ezzel ijesztgetheti a magyar népet, addig Orbán Viktor hátradől és rendel egy kávét. Mindenkinek pontosan látnia kell, hogy Orbán Viktor és rendszere, valamint Gyurcsány Ferenc és baráti köre egymást tartják felszínen. Mindenkinek látnia kell, hogy az, aki holnap Gyurcsány Ferenc jelöltjeire szavaz, az az Orbán rendszer meghosszabbítására szavaz. És azt is tudnia kell mindenkinek, hogy Gyurcsány Ferenc és minisztertársai, egykori háttéremberei és tanácsadói már 2-szer játszottak 2/3 Orbán Viktor kezére. Nem fogunk nekik több esélyt adni erre. Amíg ez a kör, az álbaloldali pártok, amíg Gyurcsány Ferenc és egykori minisztertársai, tanácsadói és egyéb háttéremberei uralják az ellenzéket, addig nem lesz esély a kormányváltásra 2018-ban sem. Éppen ezért, hogyha valaki ma tanácsokat osztogat arról, hogy kinek kéne visszalépnie, akkor nekem is van egy tanácsom. Vissza kéne lépnie mindenkinek, aki ez 2010 előtt ezt az országot irányította, ahhoz, hogy 2018-ban vissza tudjon lépni Orbán Viktor és bandája is. Magyarországnak olyan ellenzékre van szüksége, amelyikre nem lehet ráverni a növekvő államadósságot, amelyikre nem lehet ráverni az állami vagyon széthordását, amelyikre nem lehet ráverni a devizahitelkrízis előidézését, amelyikre nem lehet ráolvasni nokiás dobozokat, VKV-s végkielégítéseket, ingatlanpanamákat. Ez az ellenzék, a rendszerkritikus ellenzék lehet, a lehet más a politika, és természetesen Budapesten és jó néhány városban a vele szövetséges 4. köztársaság. A 4K, akiknek szintén ezúton is köszönöm az együttműködést Budapesten és jó néhány vidéki nagyvárosban. Olyan ellenzék kell, amelyik nem tesz taktikai engedményeket a rasszizmusnak, még Miskolcon sem.
Ma Magyarországon egyetlen ellenzéki párt van, amelyik nem tett és nem is fog tenni engedményeket a rasszizmusnak, és az az LMP. És ezért mondom azt, hogy minden LMP-re adott szavazat szerte az országban a 18-as kormányváltás reményét növeli. Végezetül fel kell idéznem az elmúlt hetek egyik sztárképviselő jelöltjének, Garabics Károlynak a pályafutását itt a szomszédos Erzsébetvárosból. Ő volt az, aki ingatlan vállalkozói tapasztalatait a 90-es években végén a Humboldt-féle szocialista vezetés rendelkezésére bocsátotta, majd egy könnyű lépéssel eltalált a Fidesz Magyar Polgári Szövetséghez, ott többek között intézkedett Hont András publicista kizárásáról, mert megsértette a vezért, majd ezek után korszakot váltott, és most azt látjuk, hogy a bajnaisták jelöltjeként kéri a 7. kerületiek bizalmát. Én meg erre azt mondom, hogy holnap az a feladatunk, hogy mondjunk háromszor nemet Garabics Károly valamennyi pártjára. És mondjunk háromszor igent a reményre, hogy lehet új irányt szabni Budapestnek, lehet új irányt szabni Magyarországnak. Köszönöm szépen!